Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Folytatódnak a munkálatok. Hamarosan elkészülhet a Szexárdi úszoda. Bemutató és kapcsolatépítés. Dombóvár adott helyszínt az evangélikus iskolák találkozójának. Nincs zebra és a buszok is ritkán járnak. Régóta problémát jelent a közlekedés Szexárdon a Bor utcában. Filmkészítők mutatták be kreativitásukat. 24 órás filmmaraton Szexárdon. Eredményes közbeszerzés után május közepén folytatódik a Szexárdi úszoda építése. A részletekről Máté Péter önkormányzati képviselő számolt be. Örömteli hírről számolt be Máté Péter, szexárdi önkormányzati képviselő, hiszen hamarosan folytatódnak a Szexárdi úszoda építési munkálatai. A képviselő, mint legutóbb, úgy most is elmondta, nagy hiba volt a korábbi úszodát bezárni. Március 6-án voltunk a sportállampitkárságon, és akkor a Facebook posztomban ezt el is mondtam, hogy meg fog épülni úszoda, és várhatóan május közepén kezdődni fog. Ez megvalósult, tehát idáig tartott az egésznek a dokumentálása, és ma már tudott dolog, hogy ki nyerte. Vemészszer, Laterex, Konzorcium, kettő darab profi építő cég, akiknek referenciájuk van, a Veszprémi úszodát építették, a Palatinus strandot építették, tehát kimondottan jó referenciával rendelkeznek, meg tudják valósítani a munkát. Az épület nem megfelelő részeit a szakemberek a munkálatok során át fogják alakítani. Véleményem szerint azt húzni kellett volna még addig, amíg a következő nem épül meg. Ennek a jelenlegi úszodának az alapkületétel 2018-ban történt. 2018 óta idáig jutott. Horváth István osztályos képviselő együttműködésével, vagy vele együttműködve sikerült elérnünk azt, hogy a magyar állam átvette tőlünk az úszoda beruházást, tehát így a városnak ez már nem került pénzébe, és az üzemeltetést is. Tehát a magyar állam megépíti, és a magyar állam fogja üzemeltetni úszodát. Ez nagyon fontos, és lesz egy jó nagyméretű úszodánk, 33-25 méteres úszómedencével, tanulómedencével. Ennek nagyon kell örülnünk. Máté Péter szerint a létesítmény nagy adósságuk a szexárdiak felé, ezt szeretnék törleszteni. Az egészet úgy tudom, hogy át kellett tervezni, mivel 2018 óta változott a szabvány, és ettől kezdve egy sokkal energiahatékonyabb úszodánk lesz, mint ami eredetileg épült volna. Tehát ez igaziból feltételezem, hogy az eddig megépült bizonyos részleteknek az átalakításával jár. Ezt megkezdik, és utána folytatják. A politikus bízik benne, hogy az úszodát 2025-ben már használatba vehetik az úszni vágyók. Az evangélikus művészeti iskolák második országos találkozójának adott otthon Dombóvár. A programon tehetséges iskolák mutatták be műsoraikat, produktumaikat. Kocsis Éva a dombóvári iskola képviseletében beszélt az előzményekről, előkészületekről. Az első az tavaly került megrendezésben Sopronban, ott hívta életre ezt a kezdeményezést Jacsó Erika kolléganő, és mi szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, hogy idén ezt mi vállalhattuk fel. Összesen 5 intézmény lesz jelen az evangélikus művészeti iskolák közül most idén itt nálunk. Jönnek Erikáék Sopronból, jönnek Soltvadkertből, Győrről, Szombathelyről, és természetesen mi. Az együttműködés fenntartásáért sokat tesznek az intézmények. Ugyan odahaza mindenki végzi a saját munkáját, de a kapcsolat és az egyeztetések rendszeresek. Az eseményen is mindenki teret kap. Úgy állítottuk össze a programot, mert azért, hogyha úgy mindenki nagyon ki akarna tenni magáért, az egy nagyon-nagyon hosszú rendezvény lenne. Tehát úgy állítottuk be, hogy mindenkinek körülbelül művészeti ágánként negyed óra bemutatkozási lehetősége van. Ebbe körülbelül olyan 4-5 műsorszám fér bele, illetve a táncosok részéről egy nagyobb koreográfia, vagy egy előadás, vagy egy műelőadásra, vagy egy színdarab előadásra a drámások részéről. Jacsó Erikáék Sopronból érkeztek idén már vendégként. Az iskolában fontosnak érzik, hogy a tanulók megtalálják a hozzájuk legközelebb álló művészeti ágat. Nagyon nagy örömmel érkeztünk, mi 4 művészeti ágat is képviselünk az intézményünkben. Táncművészet, egy táncos pár fog ma bemutatkozni itt Dombóváron. Képzőművészeti tanszakkal a kiállításra készültünk és küldtünk el anyagot, nagyon örülünk neki, hogy itt is megtekinthető lesz. A zeneművészeti ágon több produkcióval készültünk,
illetve a színjáték tanszakosokkal is készültünk, de sajnos ott olyan nagyfokú betegség lépett közben, hogy ezt le kellett mondanunk. A Soltvadkerti iskola az idei év új belépője. A főigazgató nagyon jó kezdeményezésnek tartja a rendezvényt. Maga a fölkészülést ez a szervezési munka előzte meg valójában, mert a grafikák, kerámiák, amiket hoztunk magunkkal, rajzok, fotók, ezek évközben készülnek, tehát a mi művészetoktatásunkban termelődnek, tehát ezeket csak össze kellett állítani. Mivel a rendezvény megszervezése került, erre külön raktuk össze a ide kiállításra került anyagot, de nem csupán erre a művészeti találkozóra készültek, hanem eleve a gyermekeink alkotásaiból lett összeállítva. Az iskolásoknak nem csak nevelési és oktatási szempontból jelentős a találkozó, hanem azért is, mert egy gazdag közösségi programban vehetnek részt. A munkabalesetben elhunytak világnapja alkalmából szervezett ünnepséget a Tolna vármegyei kormányhivatal Szekszárdon a Garai téren. A munkahelyi balesetben elhunytak és rokkantak tiszteletére az emléktáblánál koszorúkat helyeztek el. Az eseményen részt vett dr. Zöldnagy Viktória, a munkaerőpiacért, a munkavédelemért és foglalkoztatás felügyeletért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Horváth Kálmán főispán is. Nagyon fontos dolog azt kihangsúlyozni, hogy a kormánynak és a kormányhivataloknak is nagyon fontos szerepe van a megelőzésben. Gyakorlatilag folyamatosan annak érdekében dolgoznak a kollégáim, hogy a munkavállalók és a munkáltatók kellő felvilágosítást kapjanak abban a vonatkozásban, hogy a balesetek miként kerülhetők el. Nyilván történnek balesetek, hiszen a munkahelyek egy jelentős része veszélyes üzemnek is minősül, de az a cél, hogy minél kevesebb ilyen esetről tudjunk beszámolni. Április 27-én szombaton zajlott a Tolna vármegyei együttes vezetők továbbképzése a Babits Mihály Kulturális Központban, melyet a Csóri Sándor Alap támogatásával és a Moharai Elemér Népművészeti Szövetség partnerségével rendezett meg a Bartina Néptánc Egyesület. A szakmai napon a Baranya, Bács Kiskun és Tolna vármegye 22 néptánc együttesének 55 képviselője vett részt. A Szekszári Vakok és Gyengéllátók Tolna megyei egyesületének közgyógyellátásban részesülő tagjai már átvehetik az ingyenes gyógycipőket a szervezet irodájában. A lábbeliket előre rendelték, azok méretre szabottan készültek el a megrendelők kérésének megfelelően. Azokat is várják, akik eddig még valamilyen okból kifolyólag nem éltek a lehetőséggel. Régóta problémát jelentenek a volánbusz járatai a Szekszárdi Bor utcában és környékén élők számára. A legtöbbeknek gyalogos átkelőhely hiányában 90 km/h közlekedő autók között kell átjutniuk lakóhelyükhöz, ami rendkívül balesetveszélyes. Ahogyan az jól látszik, az átkelés korán sem egyszerű a Bonyhádi út elágazó busz megállójából a Bor utcába. Gyalogos átkelőhely nincs a közelben, így az átjutás igencsak körülményes és balesetveszélyes. Gréci Félegyházi Gyöngyvér önkormányzati képviselő már évekkel ezelőtt szeretett volna gyalogos átkelőhelyet létesíteni ezen az útszakaszon. Anno akkor azt a választ kaptam a közlekedés felügyelet szakemberétől, hogy nem lehetséges gyalog átkelőhely létesítése. Így felvetődött annak lehetősége, hogy a Bor utcán közlekedjen egy buszjárat, ami megoldaná ezt a problémát. 2022-ben bár elindult egy járat, azonban ez 2023-ban költséghatékonyság szempontjából megszűnt. A közgyűléstől kértem, hogy csak és kizárólag azzal a kitétellel engedélyezzük ezt a menetrendmódosítást, hogy a Siógárdi járat a Bor utcán közlekedjen. A Siógárdiak és a település önkormányzata idén egy nyilatkozatban hozzájárult ahhoz, hogy plusz 2-3 perccel a menetidő növekedjen, az ő részükről biztosított lenne az, hogy az összes járat bemehessen a Bor utcába. Ugyanakkor a Volán már úgy küldte el a közlekedési tanácsnak a menetrendmódosítással, idei menetrendmódosítással kapcsolatos kérését, hogy kifelé, vagy hát Szekszárd felé egyetlen járatot, reggeli járatot enged be a Bor utcába, és hazafele pedig két délutáni járatot. A képviselő szerint az utcába Siógárdról Szekszárdra napszakonként 1-2, Szekszárdról Siógárdra legalább 8 járat létesítése indokolt lenne. Kajsza Péter és családja a Bor utcában lakik. Elmondta, a lánya az iskolából hazafelé busszal közlekedik. Az átkelés akár 5-10 perc várakozást is igénybe vehet.
megállapodtunk abba, hogy egyszer fölhív, amikor leszállt a buszról, és egyszer fölhív, amikor átért az úton. És nem egyszer, nagyon sok perc telt el ez a kettő között. A rendőrség több alternatívát is kidolgozott a helyzet megoldására. Ebből a legkézenfekvőbb, hogyha újra a Bor utcában történne a buszjáratoknak a menetrendje. Ezzel tulajdonképpen egy huszárvágása ezt a most lévő problémát, ami ilyen balesetveszélyes meg lehetne oldani. A témával kapcsolatban megkerestük a Volánbuszt is. A társaság tájékoztatott arról, hogy ők szolgáltatásaikat az önkormányzat megbízása alapján végzik. Válaszuk arra nem tért ki, hogy a jövőben terveznek-e több helyközi járatot bekapcsolni a közlekedésbe. Május 1-én számos majálist rendeznek Tolna vármegye szerte. Szekszárdon a helyszín a tudásközpont melletti területen lesz. A programok között szerepel kutyaszépségverseny, oldtimer felvonulás, este 8.30-kor pedig fellép az Apostol együttes. Pakson, az ASE sporttelepen táncegyüttesek produkciója mellett Szikora Róbert és az Ergo koncertjét is megtekintheti a közönség. Nagymányokon a gyerekpesgő duó lép fel 15 órakor, este 4.06-kor pedig habpartival zárul az esemény. Dombóváron civil majálist rendeznek a helytörténeti gyűjtemény múzeum kertjében délelőtt 9 órától. A programok közé tartozik szenior örömtánc és sárközi lakodalom viseletbemutató is. Fadon is megrendezték a Teszed programot, melynek keretein belül a község apraja nagyja zsákot és gumikesztyűt ragadott, hogy a környéken található hulladéktól megszabadítsák településüket. A nem csak hasznos, de jó hangulatú eseményt közös ebéddel zárták. A Teszed programok célja a figyelemfelkeltés és a környezetünk ápolására nevelés. Emlékverseny volt a nagymányoki lőegylet lőterén. A 2023. április 29-én elhunyt fiatal bonyhádi rendőr Sánta László emlékére hívták életre az idén április 27-én megtartott lőversenyt. A nagy kaliberű nyílt irányzékos pisztolyversenyen közel 20 hivatásos rendőr mérette meg magát. A versenyt Bék Tamás rendőrfőtörzs zászlós, a bonyhádi rendőrkapitányság körzeti megbízottja nyerte. Második helyezett lett Sebestyén Tamás rendőrzászlós, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatának előadója. A dobogó harmadik fokára Enyedi Levente László rendőrhadnagy, a Ponyhádi rendőrkapitányság előadója állhatott fel. A Bonyhádi Általános Iskola Népviseletnapja alkalmából rendezett programokat az intézmény vezetője és tanárai fontosnak tartják, hogy a diákok a hagyományokkal is foglalkozzanak. A Bonyhádi Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskolája már sokadszor csatlakozik a Traktag rendezvény sorozathoz. Ez a Népviseletek napja fordítást viseli tulajdonképpen. Alapvetően a német nemzetiségi viseletnek a napja ez. Mi egy kicsit kitágítottuk, és aki esetleg nem a német nemzetiséghez tartozik, ő is megmutathatta a nemzetiségi ruháját. Egész hetet áttól elő rendezvény sorozatról van szó. Minden nap német táncházzal kezdtünk, amit a gyerekek nagyon élveztek. Kézműves foglalkozások voltak. Az iskolások divat bemutatóval is készültek az eseményre. Én azt gondolom, hogy kicsit már elcsépeltnek tűnik, de csak az a közösség lehet sikeres, amely ápolja a hagyományait, ragaszkodik a régi szokásokhoz. Egy német nemzetiség esetében ez külön fontossággal bír, és mint német nemzetiséget is oktató iskola, számunkra fontos, hogy a gyerekek ne csak nyelvtanuláson találkozzanak a német nyelvvel, hanem ismerjék meg, hogy hogyan éltek elődeink, illetve ezeket a hagyományokat érdemes tovább vinni, tovább örökíteni. Az 5. osztályos Emma idén először fog a rendezvényen táncolni. Ma egy kék festőbe vagyok, a cipőm egy pacskár, és ez most azért fontos, hogy az őseinkre megemlékezzünk. A májusfa tánc igazán nagy sikernek örvendett a több mint 500 diák létszámú intézményben.
20 éves jubileumához érkezett a szekszárdi 24 órás filmmaraton rendezvénye. A résztvevőknek egy nap alatt kellett készíteniük egy olyan 1 perces kisfilmeket, amelyek Szekszárdról szóltak. A szekszárdi filmmaraton során a versenyzőknek 3 témaelemet kellett beépíteniük alkotásaikba, melyet a szervezők a rajt pillanatában ismertettek. Ezek a szekszárdi vármegyeháza és környéke, Garai János vagy Hári János szobra és a Prajda tanya voltak. Mindig van 1-2-3-4 jó film, vagy ahogy láttátok itt az összeállításban és az elmúlt 20 év filmjei közül, mindig van olyan, ami tényleg olyan értékálló. De ha csak azt nézzük, a legelső filmet, amit a Mája Zoliék csináltak, az is ugye a mai világban is megállja a helyét, hiszen professzionálisan összerakott filmről van szó. És ez mindig így van, mindig van néhány olyan profi film, ami időtálló, mondani valójában, megvalósításában, és ezeket lehet sokszor játszani, és nézik is sokszor ezeket a filmeket. A zsűriben neves producerek, szerkesztők, filmes személyiségek foglaltak helyet. A verseny Csekedi László Törékeny emlék című filmje nyerte. A készítő azt mondja, szerettek volna valami egyedit alkotni. Ilyen volt ez a Mézes Kalács Múzeum, ugyebár. Beütöttük az internetre, hogy milyen nevezetességek vannak itt Szekszárdon, és ezen az úton erre próbáltam így rászűrni a történetet. Úgyhogy igazából kirándultunk egy jót a családdal, ugye megvolt az alap történet, hogy mit szeretnék a végérvényesen majd a mondandómmá tenni, és ezen felül semmi görcsösséggel, csak bejártuk azokat a pontokat, amik ugye kritériumok meg is voltak adva, illetve helyszínek. Meyer Zoltán 2004-ben volt a győztese az első 24 órás filmkészítő versenynek. Kitaláltuk, hogy egy néptáncos srác egy legényest eltáncol, és miközben táncol, ugyanúgy mutatjuk a szobroknak a lábait is, kezeit is, és akkor ez egy párhuzamos vágásban egy ilyen érdekes hatás volt. Nem volt külön zenéje a filmnek, hanem csak ezek a néptáncos csapkodó hangok. A versenyen Póla Károly díjat kapott a legjobb iskolai filmkészítő stáb és a legtöbb filmstábot indító iskola is. Az első 3 helyezett pedig az elismerés mellett pénzjutalommal is gazdagodott. A régió híreivel folytatjuk. Minden, ami járműgyártás, autózás. Szakmaismereti verseny a Baranyai Iparkamarában. Bemutatkozó. Ismertette programját Gyulai László, Siófok független polgármester jelöltje. Motoros gurulás és családi nap Pécsen. Több mint 1000 motoros regisztrált a szezonnyitó gurulásra. Milyen szakmák kapcsolódnak a járműiparhoz, hogyan épülnek fel és működnek az autók? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok az általános iskolások, akik jelentkeztek az Autománia szakmaismereti versenyre. A Pécsi Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett játékos vetölkedő célja a tanuló szakma választásának a segítése. Mérési feladatot oldanak meg a Pécsi Cserepka iskola csapatának tagjai a Pécsi Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az Autománia szakmaismereti verseny döntőjét tartották a gazdasági érdekképviselet épületében április utolsó péntekén. Molnár Botnod Ákos vagyok, kővágó szőlősről érkeztem Pécsi Árok iskolába, és hát tavaly elkezdtek érdekelni az autók, így a motor, meg az ilyesmik, az egész berendezésük. Ezért ebbe az irányba szeretne tovább tanulni, mondja Ákos. A versenyen a karosszériától, a motor működésén át minden területet érintettek, ami kapcsolódik az autógyártáshoz. Az első fordulóban online kérdőívet kellett kitölteniük. A továbbjutó csapatoknak járművet kellett tervezniük és megépíteniük a második körben. Egy pneumatikus targoncát kellett otthon iskolai körülmények között megépíteni a csapatoknak. Itt fúrniuk, fűrészelniük, mérniük, számolniuk kellett a gyerekeknek, és nagyon ügyesen megoldották, szinte minden csapat benyújtotta a pályamunkáját, úgyhogy nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hogy kiválassza azt a 10 csapatot, aki itt van velünk a döntőn. Az utolsó fordulóban igazi élményt nyújtó feladatokat kellett teljesíteniük a fiataloknak. A döntőn viszont semmilyen elméleti dolgot nem kérdezünk, csak a gyakorlat a főszerep. A gépjármű szereléssel, járműgyártással kapcsolatos feladatokat kell csapatban megoldaniuk, és itt a döntőn szerzett pontszám alapján fogjuk felállítani az Autománia verseny döntőseit. Az autóiparban tapasztalható technológiai váltás hatása tetten érhető volt a megmérettetésen.
Hát ezen a versenyen még ebbe annyi változás van már, hogy már az elektromos autóknak is van egy kiállított része az Auto City Kft-től, azon már a komolyabb dolgok. Ezek a mechatronikai technikusi dolgok, amik itt vannak még. Tehát gondolom, hogy ez fejlődik, mert ahogy az autóipar fejlődik, ugye ez a játék is más irányba fog terelődni. Idén 6. alkalommal rendezték meg az Autómánia szakmaismereti versenyt. A pályaválasztás előtt álló 6.-7. osztályos általános iskolásoknak írták ki a versenyt, ahol a járműiparba kaphattak betekintést a gyerekek. A vetélkedés célja, hogy a továbbtanulás előtt álló fiatalok az ismeretek megszerzése és a járműipar megismerése után könnyebben ki tudják választani az iparákhoz köthető szakmák közül azt, amit szívesen elsajátítanának a következő iskolájukban. Megtelt a siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ nézőtere Gyulai László programbemutatójára. A balatoni város független polgármester jelöltje 9 pontban állított össze legfontosabb céljait. Kiemelte a parkolási rendszer fejlesztését és a központi csomópontok átalakítását. Siófok a Balaton egyik legnépszerűbb városának lehetőségei, adottságai nincsenek megfelelően kihasználva, vélik a helyiek. Változás kell, fiatalok kellenek a vezetésbe is, olyanok, akik ambiciózusak, akiknek vannak ötletei, és ami a nagy hiányosság, hogy sajnos megszűnt Siófokon az igazi közösség. Tehát ami régen volt, a lakók, illetve a lakóközösségeken belül, az teljesen megszűnt, nincs összefogás. A parkolás és a közúti csomópontok átalakítása mellett uszoda építésre, a rászorulókat segítő szociális program kidolgozására, de tömegsport és szabadidőpark létrehozására is szükség lenne, állítja a független polgármester jelölt. Gyulai László kiemelten fontosnak tartja a fiatalok helyben tartását is. Munkahelyeket kell teremteni, egyértelmű, hogy a munkahely sem szezonalitás függő legyen. Amit említettem, hogy a turizmus kiszolgáló háttéripar, a számítástechnika tervezőirodák, illetve az egészségügyben, oktatásban dolgozók részére, a megfelelő végzettséggel rendelkezők részére egy új úgynevezett itt Siófokon, úgy nevezik, hogy fecske lakásprogram elindítása mellett az albérlethez való hozzájutásának megszervezése, megkönnyítése az önkormányzati közreműködés mellett. A jelölt hozzátette, Siófoknak nyitnia kell az egészség és sportturizmus irányába is. De az önkormányzatnak, a helyieknek, illetve a turizmusból élő vállalkozóknak együtt kell másfajta perspektívát mutatniuk az ideérkezőknek. Motoros gurulás és családi nap várta az érdeklődőket szombaton Pécsen. Immár 13. alkalommal rendezte meg szezonnyitó programját a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Több mint 1000 motoros regisztrált a gurulásra, a felvonulás a Széchenyi térről indult. Magyarország egyik legnagyobb motoros szezonnyitó rendezvényét tartották a hétvégén Pécsen. Idén is 1000-nél több motoros érkezett, és több ezer érdeklődő várta kíváncsian a nagy gurulást, amelyet idén családi nappal bővítettek. Néhány benevezett motorost faggattunk szenvedélyükről, akadt olyan is, aki az ország távoli vidékéről érkezett. Kalocsáról jöttünk, és nem vagyunk tagja az egyesületnek, de minden évben eljövünk erre rendezvényre, és képviseljük magunkat. Ezt ki kell próbálni, és utána ez jön magától. Tehát én is teljesen keveredtem erre a motorra, és már nem szívesen adnám ki a kezemből. Tehát egy ilyen szabadságérzés, egy kellemes szél átjárja az embert, közel van a természethez, ezáltal jobban látja a természetet is, meg minden, mint autóból. Az egyesületben 2016 óta vagyok, most már az elnökségi tagban vagyok, és hát, hogy miért is jó? Szerintem az ember körülnéz egy ilyen rendezvényen, akkor rájön, tehát nagyon jó egy ilyen közösséghez tartozni. Maga a motorozás önmagában is egy nagyon jó dolog. Az életem része gyerekkorom óta, és így, hogy szervezett keretek között kicsit támogatni, segíteni tudjuk ezt az egészet, így regionális szinten így meg még jobb, még többet ad, úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Tóth András 2012-ben szervezte először a motoros gurulást. A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület elnöke akkor egyedül szervezett, és már régóta motoros volt maga is. Fontos volt számomra az, hogy felhívjuk a figyelmet a baleset megelőzés miatt. Az a vártnál jobban sikerült, így ezáltal folytattam is, még a környékünkön nem volt hasonló rendezvény. Egyedül Budapesten láttam egy ilyen figyelemfelhívó demonstrációt,
és utána akkor 2013-ban és 2014-ben is megszerveztem, viszont akkor már csatlakoztak hozzám motorosok, hogy ez egy tök jó kezdeményezés, jövünk, segítünk, és így ezáltal egyre nagyobb és széles rétű körben tudtuk ezt az eseményt megszervezni, és 2015-ben létrehoztuk a Dél-Dunántúli Motoros Egyesületet, hiszen számunkra is fontos a balesetmegelőzés, ez a fő célja az egyesületünknek, és ezért szervezzük ezt évről évre. Nem csak szezonnyitó gurulást, hanem egyéb jótékonysági gurulást, gyűjtést is szerveznek. Ilyenkor a rászoruló gyerekeket, családokat látogatják meg, és ajándékot visznek nekik, tette hozzá Tóth András elnök. A város főterén a motorok mellett kiállítók, balesetmegelőzéssel kapcsolatos gyermekprogramok, színpadi beszélgetések színesítették a programot. Az esemény csúcspontja a több mint fél órán át tartó motoros felvonulás volt. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Folytatódnak a munkálatok. Hamarosan elkészülhet a szekszárdi úszoda. Bemutató és kapcsolatépítés. Dombóvár adott helyszínt az evangélikus iskolák találkozójának. Nincs zebra és a buszok is ritkán járnak. Régóta problémát jelent a közlekedés Szekszárdon a Bor utcában. Filmkészítők mutatták be kreativitásukat. 24 órás filmmaraton Szekszárdon. Május 1-én alapvetően marad a szeles és koronyáriasan meleg idő, de már több felhő szűri, zavarja majd a napsütést. Ez délelőtt még zavartalanabb lesz, de a fátyolfelhősödés már ekkor megkezdődhet. A délután folyamán erőteljesebb felhősödésre, gomoly képződésre számíthatunk. Egész nap élénk, gyakran erős lökésekkel kísér délkeleti szél fúj. A kora esti óráktól elszórtan kialakulhatnak záporesők, zivatarok is, ez éjjel is megmarad. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!